Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Köszöntöm nézőinket! Önök a Tornatáj Televízió híradóját látják. Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Viharkár. Tetőket bontott meg, fákat döntött ki a szél Tolna megyében. Gazdasági bizottság. Mégis eladhatja a szekszárdi Aliska Terra Kft. A szerbiai cégben vásárolt üzletrészét. Ítélet. Elítélte a bírósága a bottal verekedő férfiakat. Szalagtűző. Négy osztály búcsúzik a Garai János gimnáziumtól. Tetőket bontott meg, fákat döntött ki és kéményeket rongált meg a szél hétfőn Tolna megyében, közölte a katasztrófavédelem. Volt olyan település, ahol vezetékekre dőlt fák okoztak áramkimaradást. Ezek a felvételek Bátaszéken a Hunyadi utcában készültek. Többek között ide kellett vonulniuk a tűzoltóknak hétfőn este. A viharos szél ugyanis megbontotta az egyik ház tetejét. Az ott lakók azt mondták, nagyon tépte a szél a házat, egyszer csak nagy robajra lettek figyelmesek. Aztán látták meg, hogy a szél mekkora kárt okozott a tetőszerkezetében. Tolna megye több pontjára riasztották a tűzoltókat a vihar miatt. A hivatásos dolgozóknak sok helyen kidőlt fákat kellett eltávolítaniuk. Az áramszolgáltató tájékoztatása szerint Tamásiban, Iregszemcsén több órán keresztül áram sem volt a vezetékekre dőlt fák miatt. 15 esetben fakidőléshez, 7 esetben pedig épületkárokhoz riasztották őket. A legtöbb hívást egyébként a dombovári hivatásos tűzoltók kapták, de a szekszárdi, bonyhádi és paksi hivatásos tűzoltók, valamint a tamási, bátaszéki és tolnai önkormányzati tűzoltóknak is akadt dolguk. Országszerte közel 5000 helyszínen volt szükség a tűzoltók beavatkozására a viharos szél miatt hétfőn. Ráadásul, bár a szél ereje valamelyest apadt, kedden is viharos szélre és zivatarra adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat. Tolna megye több járásában elsőfokú figyelmeztetés volt érvényben a nap során. A legerősebb lökések általában 65 és 95 km/h között alakultak. Az elmúlt heti viharok nyomán közel 10 000 kárbejelentés érkezett a biztosítókhoz. A társaságok úgy számolnak, hogy az elkövetkező hetekben akár a milliárd forintot is elérheti a kifizetések összege. Mégis eladhatja a szekszárdi Aliska Terra Kft. A szerbiai Tiszamente Óbecse Kft.-ben vásárolt üzletrészét. Legalábbis a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai az adásvétel jóváhagyását tanácsolják majd a városi közgyűlésnek. Mint mondják, az Aliska Terra csak több 10 milliós bukással tud kiszállni az üzletből. Ráadásul a tagok szerint a szerb cég körül sok a szabálytalanság, amik miatt már rendőrségi nyomozás is indult Szerbiában. 113 000 euróért vennék meg az Aliska Terra Kft. Által birtokolt Óbecsei hulladékkezelő vállalkozás 49%-os üzletrészét. A szekszárdi önkormányzat cége ugyanezért az üzletrészért 2008-ban közel kétszer ennyit, 223 000 eurót fizetett. Az akkori megállapodás szerint Óbecséről osztalékot fizettek az Aliska Terrának minden nyereséges évben, csak hogy a szerb cég 2011-től már csak veszteséget termelt a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai szerint. A bizottság tagjai szerint az Aliska Terra ennek ellenére kiállította a számlákat, amiknek az ellenértékét meg is kapta. Az ügy miatt rendőrségi nyomozás indult Szerbiában az ottani cég vezetője ellen, és a szerb számvevőszék is állást foglalt az eset kapcsán, ezt mondják a szekszárdi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai. A Terra 11 után számláit az Óbecse Kft. Ügyvezető igazgatója megalapozatlannak és számvitelek helytelennek minősítette, amiről informálta a kiállítót 2016-ban. Azóta persze semmilyen jogi és ügyviteli lépések nem történtek a szekszárd önkormányzat részéről ennek javítására.
A szerb állami számvevőszék jelentése is megerősítette, hogy az Aliszka Terra számlák nem jogszerűen lettek kiállítva. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai úgy számolnak, hogy az óbecsei cég az elmúlt években nagyjából 65 millió forint veszteséget termelt, és részben a mintegy 380 ezer eurót kitevő hitele miatt jelentős mértékben csökkent az értéke is. Ki lehet jelenteni, hogy az óbecsei Kft. Értékesítésével Szekszárd városa megszabadul egy veszteséges, erőforrásokat feleslegesen lekötő tehertől. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai tehát azt tanácsolják a közgyűlésnek, hagyja jóvá a szerb üzletrész eladását. Évente 270 ezer gyalogos hal meg balesetben az utakon a világon, nagy részük a mobiltelefonjuk miatt. Egy kutatás szerint gyaloglás közben a mobiltelefon nyomkodása nagyobb veszéllyel jár, mint a zenehallgatás vagy a telefonálás. Tolna megyében is számos balesetet vezettek vissza mobil használatra a hatóságok. Bottal támadt egymásra két férfi, egyikőjük korábban lefejelte a másikat, ez vezetett a csetepatéhoz. A bíró szerint mindketten felfegyverkezve elkövetett garázdaságot követtek el. Egy kocsmában ugrott először egymásnak a két férfi, egyikőjük lefejelte a másikat, akinek eltört az orra, az áldozat viszont nem hagyta annyiban a támadást, még aznap este a testvérével a másik férfi házához mentek, ahol kiabálni kezdtek, majd egy bottal rontottak az utcára kilépő támadóra. A szekszárdi járásbíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat, felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntetében és súlyos testi sértés büntetének kísérletében is. A másik vádlott az ügyben még nem került bíróság elé, vele szemben az eljárás továbbra is folyamatban van. A vádlottat a bíróság közérdekű munkára ítélte. A bíró súlyosbító körülményként értékelte, hogy a férfi egy bottal támadt rá az őt korábban lefejelő áldozatra, az ügyben viszont mindkét férfi vádlott lett. Mindketten olyan magatartást tanúsítottak, amely szemben áll a közösségi normákkal, az utcán hangosan kiabáltak, verekedtek, ezáltal mindketten megvalósították a felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntettét. A közérdekű munkára ítélt férfi ítélete jogerős. Február 9-e és 16-a között 13. alkalommal rendezik meg hazánkban a Házasság hete elnevezésű rendezvénysorozatot, amely programjaival a családi köteléken belüli együttélés fontosságára hívja fel a figyelmet. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint hazánkban esküvőbum volt tavaly. Míg 2010-ben 36 ezeren járultak az anyakönyvvezető elé, addig tavaly novemberig már 62 ezer pár mondta ki a boldogító igent. Figyelembe véve az átlagértékeket, a KSH becslése szerint 2019-ben akár 64 ezres számot is átléphette a free-re lépők száma, amire közel 30 éve nem volt példa. Még pár napig, egészen pontosan hétfőig jelentkezhetnek a diákok a május-júniusi érettségi vizsgákra, közölte az Oktatási Hivatal. 2020-ban a tavaszi érettségi vizsgaidőszak május 4-től június 26-áig tart. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 25-e között rendezik, az emelszintű szóbeli vizsgák június 4-e és 11-e, a középszintű szóbelik június 15-e és 26-a között lesznek. Ebben az időszakban az érettségizők rendes, előrehozott, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, valamint javító vizsgát tehetnek. A tavaszi vizsgaidőszakban a középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek érettségi vizsgákat. A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete együttműködik a Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Karral. A felsőoktatási intézmény szeptembertől szekszárdi és pécsi képzési helyszínnel is elindítja a környezetkultúra alapképzését, mely a vidéki egyetemek körében egyedülálló. A Művészeti Akadémiával való együttműködés, ennek a képzésnek a továbbfejlesztése, valamint közös kutatási programok megvalósítása céljából jött létre, mely az együttműködő felek szerint meghatározó lehet a térség kulturális fejlődése szempontjából. Varázslatos hangszerek címmel óvodás színházi műsorral kedveskedtek a bátaszéki gyerekeknek a szervezők farsang alkalmából. A kicsik számára ez egy különleges alkalom volt, mivel ritkán van módjuk színházi előadáson részt venni. A kicsik a műsor során állatokkal és különböző hangszerekkel ismerkedhettek meg játékos módon. Az óvoda igazgatóhelyettese azt mondja, az oktatási intézmény számos programmal kívánja fejleszteni a gyerekek készségeit. A zenei készségfejlesztés kisgyermekkorban pedig kiemelten fontosnak tartják,
hiszen kimutatták, akinek fejlett zenei készségei vannak, az empatikusabb, kreatívabb emberré válik, könnyebben megtanul számolni, írni, olvasni, gazdagabb a szókincse. A memóriájukat mindenféleképpen, ritmusérzéküket, ütemtartást, új szavakat is megtanulhatnak esetleg, úgyhogy az anyanyelvi képességeik is fejlődnek ezáltal. Felkerültek a végzősök jelképeként számon tartott szalagok a Garai János Gimnázium 12. évfolyamos diákjaira is. Ezzel lassacskán lezárul az idei középiskolai szalagtűzők időszaka. A tovább tanulni szándékozók február 15-éig jelentkezhetnek a felsőoktatásba, tavasszal pedig az érettségiken kell teljesíteniük. Ez a nap azonban még a felhőtlen közös élménygyűjtésről szólt. Megkezdődött az idei 12-es osztályok utolsó fél éve. Lassacskán minden szekszárdi végzőse felkerülnek a búcsúzás jelképéül szolgáló szallagok. A szekszárdi Garai János Gimnáziumtól egy 6, egy 5 és két 4 évfolyamos osztály köszön el idén. Őket ünnepelték az egyetem aulájában tartott szallagtűzőbálon. A szallagtűző az mindig egy elköszönésnek a kezdetét jelenti, és a ballagással szemben sokkal felszabadultabb, vidámabb, hiszen a ballagásnál már érezni a diákokon is az izgalmat, a megilletődöttséget, hogy most már tényleg vége, és valóban egy másik, egy új élet kezdődik. Azt gondolom, hogy mi hagyjuk az iskolának a hangulatát. Ez a 12. évfolyam, ez azért elég jóra sikerült, aki most fog elballagni, és hát a utánunk, alattunk járó diákokat ezért sajnálom, hogy ez a jó kedv, amit mi így belevittünk az iskola mindennapjaiba, az el fog tűnni. Persze, gondolom, ezt nem így látják, meg ők nem így érzik, de mi ezt mindenképpen így látjuk. Az osztályok a hagyományokhoz híven egy év eleje óta gyakorolt közös tánccal is készültek, hogy megalapozzák a báli hangulatot. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót Somogy és Baranya megyékből. Korszerű ellátás, 115 millió forintból újult meg a Harkányi gyógyfürdő egyik épülete. Kolbászból volt a kerítés, 11. alkalommal töltötték és kóstolták a kolbászokat Fonyódon. Jubileumot ünnepeltek a szászvári svábok, 30. bájukat tartották a baranyai településen szombaton. 115 millió forintból újult meg a Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum balneológiai épülete. Hétfőn mutatták be az elkészült beruházást a baranyai városban. A teljes körű korszerűsítésnek köszönhetően többek között kicserélték a nyílászárókat, akadálymentesítették az intézményt és csúszásmentessé tették a belső burkolatokat. A több mint 40 éves létesítményben évente közel 10 000 beteget látnak el. Teljes körű felújításon esett át a Harkányi Termál Rehabilitációs Központ balneológiai épülete. A több mint 40 éves létesítményt 115 millió forintból korszerűsítették. Ebből 40 millió forint kormányzati támogatás, a fennmaradó összeget pedig a kórház saját forrásából különítették el. A beruházásról az intézmény főigazgatója számolt be az érdeklődőknek. Dr. Péter Iván Antal kiemelte, korábban is történtek kisebb felújítások, de ilyen átfogó korszerűsítésre most először került sor. Az épületünk valamennyi részének a korszerű nyílászáró cseréje megtörtént. Megtörtént az akadálymentesítése teljesen az épületnek, megtörténtek a homlokzati hőszigetelése, valamint a beltéri burkolatoknak az akadálymentes és csúszásgátló való ellátása is megtörtént. Harkány több szempontból is hatással van Baranyára, mondta a megyei közgyűlés elnöke. Őri László beszédében hangsúlyozta, a gazdaság, a turisztika és az egészségügy területén is kiemelkedő eredményeket érnek el a városban. Egy olyan beruházás, hiánypótló beruházás történhetett meg, amely tovább erősíti Harkány városát, a gyógyfürdőhez kapcsolódó kórházat, a reumatológiai szakmát, a balneológiát, az ország egészségügyi ellátórendszerén belül is azon a térképen, ahol Harkány évtizedek óta egy nagyon kiemelt szerepet kap. A város és a kórház együtt fejlődik, ezt mondta a térség országgyűlési képviselője a felújítást ismertető bemutatón. Nagy Csaba emlékeztette a résztvevőket az elmúlt években megvalósult fejlesztések és a hamarosan induló beruházások fontosságára. Hozzátette, a közelmúltban zajlott a legtöbb korszerűsítés a településen. Összességében a város 2017 óta 5,7 milliárd forintot tudott elkölteni a saját fejlesztésére. Ezt fejelte meg maga a kórház, hiszen itt, ha összeadjuk azokat az összegeket,
összegeket, amit az elmúlt 3 évben a kórház fejlesztésére, illetve a gazdaságos működésére tudtunk fordítani, ez több mint plusz 2 milliárd forint. A Harkányi Termál Rehabilitációs Centrumban évente közel 10 000 beteget látnak el folyamatos munkavégzésben. Az ide látogató páciensek biztonsága és kényelme érdekében mindenképpen szükség volt erre a hiánypótló beruházásra, hangzott el az eseményen. Szudáni diákok képzését is lehetővé teszi a Kaposvári Egyetem. Az Agrár- és Környezettudományi Karon olyan területeken tanulhatnak a jövőben a fiatalok, mint például baromfi árutermelés, szarvasmarhatenyésztés és vetőmag előállítás. A szudáni köztársaság nagykövete is ellátogatott az intézménybe, hogy a jövőbeni közös munkáról tárgyaljon. A Kaposvári Egyetem egyre nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy nemzetközibbé váljon, növelje az intézménybe érkező külföldi diákok számát, és még szélesebb választékot kínáljon az idegen nyelven elérhető képzéseiből. Ezúttal a szudáni köztársaságból szeretnének hallgatókat az intézménybe csábítani. Egymásra talál a kereslet és a kínálat. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos együttműködés lehet, hogyha ez tényleg létrejön. 3 fő területen érdeklődnek, eredendően baromfi tenyésztés, illetve baromfi tartás, szarvasmarha tartás és menedzsment, illetőleg vetőmag előállítás területen. És mivel a karunknak az állattenyésztés terén ilyen múltja van, ezért gyakorlatilag ezt, amit keresnek, ezt mi ki tudjuk ezt az igényt elégíteni. A kar új angol nyelvű továbbképzési programot hirdetett, a kiindulási pontot a szudáni köztársaság budapesti nagykövetségének megkeresése jelentette. Hassan Ali Osman úr, a nagykövetség követ tanácsosa és ideiglenes ügyvivője azzal a kéréssel fordult a Kaposvári Egyetemhez, hogy szudáni diákok számára továbbképzési programokat dolgozzon ki a 3 területen. Beszéltünk azokra a problémákról, amelyek a mi országunkban jelen vannak. Itt elsősorban az élelmiszer hiányra gondolok. A Kaposvári Egyetem pedig segítséget nyújtana nekünk azáltal, hogyha megtanítanák a szudáni fiataloknak, hogy érdemes növényt termeszteni és állatot tenyészteni. Úgy gondolom, hogy ez nagyon jó együttműködés lenne, amely mindkét fél számára hasznos. A tervek szerint a képzést szeptemberben indítják a Kaposvári Egyetemen, és első körben 10 szudáni fiatal vehet majd benne részt. Nem csak a kerítés, hanem a ház is kolbászból és szalonnából volt a hétvégén Fonyódon a 11. kolbászfesztiválon. Idén 32 csapat versengett az ország minden tájáról a kolbásztöltő bajnokságon. A 3 napos rendezvényre több mint 15 000 látogattak el. Több mint 15 ezer ember 3 napon át. Ennyien látogattak el a 11. Fonyódi Kolbászfesztiválra, ahol az idén 3 kategóriában versenyezhettek a települések, egyesületek és különböző szervezetek. A sportolók is kivették a részüket a kolbásztöltésből, a fesztivál díszvendége a Nemzeti Kézilabda Akadémia, NB1 B-s női kézilabda csapata volt. A lányok szerint a kolbászhús keverésével és töltésével nehezebb a dolguk, mint a pályán az ellenfelekkel. Hát meglehetősen nehezebb, de sokat könnyít az, hogy együtt vagyunk és segítjük egymást, mint a pályán. A balatonüsszödiek már 2 éve zsinórban aranyminősítést szereztek a kolbászfesztiválon, nem titkolt céljuk pedig az volt, hogy ez az idén is sikerüljön. A sok munka és felkészülés az idén is meghozta a sikereket. Szombaton mindkét induló egyesületük, vasárnap pedig maga a település is aranyérmes minősítést kapott. Rengeteg munka van benn, de mint látjátok ti is, hogy nagyon nagy az összetartás, nagyon sokat dolgozunk, értem. A fesztivál 11 éve alatt az ország szinte minden tájáról, sőt határokon túlról is érkeztek csapatok, akik számára a versenyen túl a közös együttlét és új ismerettségek, barátságok kialakítása volt a legfontosabb. Fonyód városának turisztikai szempontból is rengeteget adott a mára már országos ismertségű fesztivál. 11 éve, még amikor elkezdtük, akkor senki nem gondolta volna, hogy a téli Balatont így meg lehet mozgatni. A 3 nap során a különböző friss és füstölt termék és a balatoni borok mellett számtalan folklór, kulturális és könnyű zenei koncert gondoskodott a több mint 15 ezer ember jó hangulatáról. Immár 30. alkalommal rendezték meg a Szászvári Sváb Báta Baranyai településen szombaton.
A helyi Német Nemzetiségi Egyesület rendezésében került sor a mulatságra, ahol elsőként az egyesület alapítóit köszöntötték a jubileum alkalmából. Koncert és német tánccsoportok műsora is szerepelt a programon, végül táncos mulatsággal zárták az estet a szászvári svábok. A 30. sváb bált tartották Szászváron szombaton. A helyi fúvózenekar koncertjével indult az est, majd emléklapot kaptak a Szászvári Német Nemzetiség Egyesület alapítói a kerek évforduló alkalmából. Én német óvónő voltam Szászváron, és jártam továbbképzésre többi falvakban itt Baranyában, és itt is hallottam, hogy van német klub, ott is hallottam, hogy van német klub, és akkor úgy gondoltam, Szászváron is lehetne, mert klubnak indult ez az egész. Aztán a német családok összefogásával 1992-ben megalakult a Szászvári Német Nemzetiségi Egyesület. Jelenleg 120 tagja van az egyesületnek. Nagyon sok programot szervezünk, úgy, mint februárban nyitjuk az évet a svábállal, a farsangi időszakban, aztán ugye az évzárást mindig tavaszkor szoktuk egy taggyűléssel lezárni, ilyenkor mindig közös főzés van, és együtt töltjük az időt, és októberben például templomi koncertet szervezünk, adventkor pedig adventi gyertyagyújtást. Ezeken kívül klubfoglalkozásokat tartanak, 20 fős énekkaruk van, illetve tánccsoportjuk. Céljuk a hagyományok őrzése, ápolása. A német nemzetiségi óvodában, iskolában nyelvoktatást is tartanak. A szombat és sváb báljukra ellátogatott a Baranya megyei önkormányzat elnöke is. A megyei önkormányzat 100 000 forinttal támogatta sváb bál megrendezését. A 30. jubileumi évet egy kiadvánnyal is ünnepelték, ebben a könyvben gyűjtötték össze az elmúlt 3 évtized eseményeinek, programjainak dokumentumait, fotóit. A szászvári sváb bál végül táncmulatsággal zárult szombaton. Az egész község lakóit várták az alsómocsoládi őszi fény idősek otthonának farsangi ünnepségére. A cél, hogy minél több értékes időt töltsenek egymással a különböző generációk, és hogy megismerjék egymást az otthon és a település lakói. 2006-ban alapították Alsómocsoládon az őszi fény idősek otthonát, ahová az egész országból érkeznek az idősek. Az utóbbi években folyamatosan alakítják és szépítik az épületet. A 10 éves jubileumra a tetőteret is beépítették, így már 46 férőhelyesre bővült az otthon. Pénteken vidám, farsangi mulatságot rendeztek az intézményben. Én azt gondolom, mi hangulatunk, tehát mi egy nagyon családias intézmény vagyunk, és ezt próbáljuk ugye közvetíteni az időseinknek, az időseink hozzátartozóinak ettől is, illetve központban állunk mindig az idősel, az ő ellátásának a minél jobbá, minél minőségűbb tétele. A farsangra a falu lakóit is várták. Akárcsak a farsang, a többi rendezvény célja is az, hogy a generációk közötti szakadékot áthidalják. Gondoskodás szempontjából is a központban van, hiszen az alapelveink szerint a gyerekeket támogatjuk, hiszen ők még nem képesek arra, hogy a döntéseiket támogatás nélkül hozzák meg, és az életüket elindítják. Az idősek pedig már avval, hogy felneveltek minket, megtették a magukért, és most már rajtunk a sor arról, hogy gondoskodjunk róluk, és ezért ez egy nagyon-nagyon jó jelképe annak, hogy valóban ők központi helyen vannak az életünkben is. Az otthon lakói ilyenkor kis időre talán elfelejtik az élet tragédiáit. Piroska néni 2011 óta él az őszi fény idősek otthonában, most már egyedül. 15-ben meghalt a férjem, és hát egyedül maradtam, de föltalálom magamat. Mindent szeretek, énekelni, táncolni, ha fáj a lábam, akkor nem táncolok, illetve ha táncolok, akkor sose fáj a lábam. A humán erőforrás fejlesztési programok mellett infrastruktúrális fejlesztések is zajlanak Alsómocsoládon. Hamarosan befejezik a víztározó korszerűsítését, valamint a faluház felújítását. És végül nézzük Tolna megyei fontosabb híreinket még egyszer röviden. Viharkár. Tetőket bontott meg, fákat döntött ki a szél Tolna megyében. Gazdasági bizottság. Mégis eladhatja a szekszárdi Aliska Terra Kft. A szerbiai cégben vásárolt üzletrészét. Ítélet. Elítélte a bírósága a bottal verekedő férfiakat. Szalagtűző. 4 osztály búcsúzik a Garai János gimnáziumtól.
Szerdán nem lesz már erős a szél, változékony, esős idő várható. Az előrejelzés szerint a délelőtti déli órákban van esély több, tartósabb napsütésre, míg délután az erősebben felhős időszakokra, záporokra. Kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!